Sziasztok, én Máté vagyok, és a mai videóban, ahogy már a címből is láthattátok, hajas, prank, vagyis átveréses videókat fogunk nézni. Már volt egyszer egy ilyen reakciós videóm, amiben hajas baleseteket mutattam be, és azok között is volt ilyen kicsit átverősebb jellegű videó, és az nagyon tetszett nekem, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csak ilyen videókat néznék meg, hát ha ez a ti kedveteket is egy kicsit feldobná, szóval ezt terveztem a mai videóra, úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és hogyha nem láttátok volna az előző ilyen féles, elrontós hajas videót, akkor azt itt megtaláljátok. Most pedig kezdjünk is ehhez a prankes, átverős videó kereséséhez. Belegépelünk más emberek hajába. Ez az első videó. Yeah, he's gone to town on it, so I'm trying to find him. No, I need to report him to security. Yeah, well, you'll have to do it. If you find him, you tell him, alright? Tehát, ahogy látom, ennek az a lényeg, hogy előre beleborotváltak egy sávot a... Would you like a free haircut? No, I don't want my haircut. No, a free haircut. No, I don't. And there's a haircut. Hát már nem azért, de ezt én is bevenném, hogyha ott van mellettem egy ember, aki ilyen őrült, hogy vág a hajamból, és jön egy másik, akinek pedig már van vágva a hajából, és azt mondja, hogy neki is az ember vágott, hát én is elhinném, hogy az enyémbe belenyírtak, szóval ez nagyon durva. What the hell just happened? How did he cut it? That is not your yo. Like a big strip? Yeah. I think it looks quite good to me. Várom azok jelentkezését, akik ugyanígy benne lennének ebben, hogy beépített emberként szaladgáljon velem valaki Budapesten. De ahhoz előtte bele kell nyírnunk, szóval. Payback, and this is just the beginning. Someone's talking. Oh, jaj, ez egy visszavágó, én úgy érzem. Jó, itt már a kibontásnak gondok annak a póthajjal. Szegény gyerek! És ott így mutatják, hogy ott rövid közeg az alapból. Ragazz vissza! Na jó, ebből elég. Kijött Humannek a 10. sampon prankes videója. Az első 9-et már láttam, és azok valami fantasztikusak. Ahogy látom, a 7. részt 57 millióan látták. Jó, itt van a 10., és azt szerintem most nézzük meg együtt. A lényege az, hogy sampont önt az emberek fejére, miközben itt a strandon zuhanyoznak, és ezáltal soha nem marad abba a hab. Az az ember már volt! Szerintem, vagy ez ugyanaz, vagy nem ugyanaz, nem tudom. Szuper habzó sampon. Na jó, sajnos ezt nem tudom kipróbálni. Magyarországon pedig ez nagyon vicces lenne. Itt nincsenek ilyen nyilvános zuhanyzók, szerintem.
Na jó, ajánlom nektek, hogy ennek az összes részét nézzétek meg, szerintem beteszem a linkjét a leírásba. Nagyon vicces, mint van olyan, amelyiknél ilyen művért folyasz rá, és akkor azt hiszik, hogy már vérzik a hajuk a sok hajmosástól. A végén nagyon vicces. Van, amikor rendőrt is beépítenek. Nagyon jó, ezt nézzétek meg az összeset, itt lesz lent majd. Na, jöhet egy barátnős, hajvágós, viccelős videó. És még mindig nem néz, hogy ez egy csatos. Oh my god. Hát a hajára mindenki nagyon féltékeny. Akit az előbb láttunk, hogy megviccelte a barátnőjét, hogy levágott a hajából. Most visszaadja és ragasztót tölt a zselé tubusába, vagy wax tubusába. Ne. És milyen okos, még a tetejére tesz egy kis waxot, hogy ugyanolyan legyen. You should wash it out now. This is glue. What do you mean? I put glue in there. How much glue? I put a tiny held hair gel on top so it smells the same. Look how liquidy this is. You put Elmer's glue? Yep. Is that gonna come out? Yo, that looks like me bald, yo. You better wash it out. This time you're cleaning it up. You're a liar. If no, I'm not. I'm gonna show you the video in a minute. Ez akkor gáz, hogyha nem vízben oltató ragasztóval csináljuk. Jó, elég. Szőkítő sampon átverés? Hát ez most az, amire gondolok. Ez az a normal sampon. Most komolyan szűkítőt fog tenni a samponjába a barátnőinek, vagy akárkinek? Ez azért durva, ilyet azért én nem vállalnék be. De ez mitől vörös? A szőkítő maximum kék lenne. A szerintem lehetséges, hogy ez inkább egy ilyen kimosható színező, ami a szőke hajban látszódik, és egy-két mosás is eltűnik. Megérdemli, megérdemli! Írjátok be kommentben, ha te szerintetek is megérdemli. És ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és jól szórakoztatok rajta, de még mielőtt elmennétek, az jutott az eszembe, hogy mi lenne, hogyha hozzászólásban írnátok nekem ötleteket ilyen hajas, megviccelős vagy átverős videókhoz, és talán a jövőben ilyeneket is csinálhatnék nektek. Úgyhogy ezeket várom lent hozzászólásban tőletek, és találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!